elbírálás alatt. Összesen 3 milliárd forintot fordít idén a kormány az országos szociális tűzifa programra. A támogatást szeptember 30-áig igényelhették a települések. Kártevők a kertekben. Bokrokat és akár egész ültetvényeket is képes elpusztítani a buxusokat támadó moly invázió. Idén elszaporodtak egyes poloska fajták is. 35 éves az éjfolyész. Csak nem 500 000 élnek valamilyen fogyatékossággal Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Összesen 3 milliárd forintot fordít idén a kormány az országos szociális tűzifa programra. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A támogatást szeptember 30-áig igényelhették azok a települések, ahol 5000-nél kevesebben élnek. Így végül országos viszonylatban 2291, még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 200 önkormányzat nyújtott be pályázatot. Ezeket a Magyar Államkincstár vizsgálja, és a Belügyminisztérium bírálja el október 31-ig. Füstölnek a kémények, a legtöbb házban már fűtenek. A kormány még 2011-ben indított szociális tűzifa programot, annak érdekében, hogy több százmillió forinttal segítse azokat a településeket, ahol 5000-nél kevesebben élnek. A támogatásra Kálós Emén is pályázott. Az idei évben több mint 600 köbméter szociális tűzifára adtunk be pályázatot. Az elmúlt évek során, hála Istennek, mindig pozitív elbírálást nyertek ezek a pályázatok. Tavaly évben több mint 260 köbméternyi kemény tűzifát tudtunk a helyi lakosoknak kiosztani. 335 családot 6 mázsánként tudtunk támogatni azért, hogy a tél az könnyebbé váljon nekik. A támogatásra szeptember 30-áig jelentkezhettek az önkormányzatok. Országos viszonylatban 2291, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből pedig közel 200 pályázat érkezett a Belügyminisztériumhoz. Jelen pillanatban a pályázatok előszűrése, elővizsgálata folyik. A Magyar Államkincstár, aki megvizsgálja azt, hogy a pályázatok megfelelnek-e a kiírásnak, szabályszerűek-e. Ezt követően a szabályosan benyújtott pályázatokat fogjuk mi elbírálni. Van egy tulajdonképpen már évek óta bevált rendszer, egy szisztéma, ami alapján ezt végezzük. Így elérhető az, hogy minden szabályos pályázatra tudjunk támogatást adni. Nyilván függ attól, hogy mekkora a támogatás összege, hogy egy adott település szociális ereje, egy adott településen élő jövedelem viszonyai milyenek. Idén összesen 3 milliárd forintot osztanak ki a települések között. Tavaly 180 ezer családnak segítettek a szociális tűzifa programmal. Az önkormányzatoknak egyedül a fa szállítási költségét kell kifizetni. A fának a megérkezése az folyamatos, én úgy gondolom, ezt követően az önkormányzat egy rendeletet alkot, tehát maga a képviselőtestület, melyre pályázatot nyújthatnak be a helyi lakosok, ezt követően a Szociális Bizottság véleményezés, a képviselőtestület pedig dönt, ezután pedig a kiosztás következik, természetesen mindenkinek helybe, a saját lakhelyére kiszállítjuk a szükséges mennyiséget. Nem csak az országos pályázatra számíthatnak a rászorulók, az önkormányzatok saját szociális keretükből is segítik a családokat. Vádat emelt a Vásárosnaményi Járási Ügyészség egy nyírmadai férfi ellen, aki valótlan bombafenyegetéssel próbálta megzavarni az országos népszavazást. A vádirat szerint a büntetett előéletű ittas férfi október 2-án 17 óra 30 perckor telefonon bejelentést tett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságra, amelyben valótlanul azt állította, hogy Nyírmadán mindhárom szavazóhelyiségben bomba van elhelyezve. A rendőrség a férfit 20 percen belül elfogta, amit nagyban megkönnyített az, hogy a telefonáláskor saját nevén mutatkozott be a rendőröknek. A Vásárosnaményi Járásbíróság jogerősen 5 hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, amelynek végrehajtását egy évre felfüggesztette, valamint elkobozta a bűncselekmény elkövetéséhez használt mobiltelefonját. Bokrokat és akár egész ültetvényeket is képes elpusztítani a buxusokat támadó moly invázió. Az úgynevezett puszpánk moly a 2000-es évek elején kerülhetett Hollandiába vagy Németországba Ázsiából. Ma már Európa szerte pusztítanak. Idén elszaporodtak egyes poloska fajták is, amelyek komoly vírushordozóként lehetnek hatással a növényekre és a gyümölcsös kertekre is.
Poloska invázió tapasztalható szinte az egész országban. Legtöbben a barna színű Ázsiából konténeres növényekkel érkező poloskával és a zöld színű Afrikából származó vándor poloskával találkoznak az otthonaikban. Emberre nem veszélyesek a rovarok, viszont nagy mértékben károsíthatják a növényeket és a már érett termést is. Rendkívül szapora, szúrószívó szájszervével részint a hajtásokat, részint a terméseket és a gyümölcsöket is képes szívogatni. A veszélyessége elsősorban abban van, hogy vírusvektorként van jelen. Védekezési módszer ellene a vegyszeres védekezés, ami ugye az érési időszakban, a termés érési időszakban meglehetősen korlátozott mértékben használható csak, illetve lehetne lomporszívóval védekezni, és illetve hálós lefedéssel, azonban ha ezt nem szisztematikusan nagy területre kiterjedően végzik, akkor ennek nincs sok haszna. Ezek a felvételek egy puszpángmoly által nemrégiben megtámadott buxusról készültek. Jól látszik, hogy a növényt nem kímélve a hányok szinte egészen lerágták a bokor egyes részeit. A biológusok szerint a 2000-es évek elején egy konténeres puszpángbuxus szállítmánnyal Ázsiából kerülhettek Hollandiába vagy Németországba a rovarok, melyek mostanra szaporodtak el annyira, hogy komoly kárt okozzanak Európa szerte. A fő károkozást a lárvális alkok, a hernyók okozzák, a fiatalabb hernyók inkább csak a levél hámrétegét fogyasztják el. Amikor a hernyók megerősödnek és megnőnek, ilyenkor körülbelül 4 cm-es nagyságúak, alapvetően zöld vagy sárgás-zöld színűek, egy sötét sávokkal. Ezek viszont már a fiatal leveleket, sőt hajtásokat, gyakran az egész bokrot, néha egész ültetvényeket képesek arra rágni. A szakértők szerint a folyamatos permetezéssel megállítható a faj terjedése, viszont a kemikáliák más ízeltlábúakra is halálosak. A biológusok szerint az invázió csak egy tartósan hideg tél, vagy a faj összeomlásához vezető túlszaporulat állíthatja meg. A kvóta referendumot követően létrejött egy új egység, ami pártok felett áll, és kifejezi a magyar emberek akaratát, mondta Vinnai Győző mai sajtótájékoztatóján Tiszavasváriban. A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, több mint 3.300.000 ember utasította el a kötelező betelepítési kvótát. A nemmel szavazók üzentek Brüsszelnek, és ezzel megvédték az ország szuverenitását is. A képviselő elmondta, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az országos átlag felett mentek el voksolni, de voltak olyan települések, ahol alacsonyabb volt az aktivitás. A megye több településén a Jobbik esetében, a Jobbik, mint ellenzéki párt, amely a nyilvánosság előtt azt mondta, hogy el kell menni és nem meg kell szavazni, kiderült, hogy a színfalak mögött arra buzdították támogatóikat, aktivistáikat, hogy ne menjenek el, maradjanak otthon, tehát egy hazafias ügyben hazafiatlan magatartást tanúsítottak. És különösen itt Tiszaeszláron, itt Tiszavasváriban, vagy a környéken Tiszaeszláron és egy picit távolabb is Tímáron, ahol tudjuk, hogy erős a Jobbik, ott voltak a legalacsonyabbak a részvételi adatok. Magyarországon, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a legalacsonyabbak az átlagfizetések a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kimutatásai alapján, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Gyüre Csaba. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint a kormánynak fel kellene zárkóztatnia a megyét és az országnak ezt a régióját. 2015 évben 111.680 forint volt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei átlagjövedelem, ez messze a legalacsonyabb az egész országban, főleg ha figyelembe veszük azt, hogy a budai, egyes budai kerületekben 300-350 ezer forint, tehát több mint háromszorosa az átlag kereset. Ez véleményünk szerint valamilyen formában ki kellene egyenlíteni, és a kormánynak az lenne a legfontosabb, hogy az észak-kelet-magyarországi régiót és elsősorban a legleszakadottabb Szabolcs-Szatmár Bereg megyét felzárkóztassa. Csak nem 500.000 élnek valamilyen fogyatékossággal Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. A fogyatékossággal élőket és családtagjaikat sok szervezet, köztük az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége is segíti, hangzott el az Évfolyész megyei rendezvényén. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Egyesület 35 éve működik, jelenleg 1400 tagja van. Szülői kezdeményezésre indult el az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, emlékezett Tarnai Ottóné az Évfolyész Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületének jubileumi rendezvényén.
A hölgy és férje indította el a szövetséget, illetve annak elődjét, a kisegítő iskolások szüleinek egyesületét. Nem mi a szakemberek indítottuk mi ezt el, hanem maguk a szülők. A szülőknek voltak olyan problémájuk, hogy szerettek volna a gyerekeik részére jobb ellátást, segítséget kapni, és ezért ők összefogtak, és tulajdonképpen itt a helyi Bárci iskolában lévő gyerekeknek a szülei indították ezt el. Csak ugye fölkértek bennünket, hogy segítsük őket nyilván. Na most nem is elsősorban nem én, hanem a férjem tartalmazott. Ott, aki akkor volt igazgató, meg dr. Fazekas Árpád volt az orvos, akkor ő volt az iskola gyermekorvosa, akik ennek az élére álltak, és fontosnak tartották, hogy segítsék őket. A KSH 2011-es népszámlálási adataiból kiderül, csak nem 500 000 élnek fogyatékossággal hazánkban, közülük közel 43 ezeren értelmi fogyatékosok, 46 ezeren pedig mentálisan sérültek. Friss Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok nincsenek, mert sokan nem fogadják el, nem jelentik gyermekük vagy családtagjuk fogyatékosságát. Ez mindenkinek a belső eldöntése is joga, hogy a gyermekét hova viszi fejlesztésre, vagy egyáltalán elfogadta azt, hogy sérült gyermeke van. Mi csak azt tudjuk, hogy nálunk szociális ellátásban és az oktatásban mennyi gyermeket látunk el. Tehát körülbelül 270-80 gyermeket látunk el oktatásban, és szociális ellátásban körülbelül 80 gyermeket. A fogyatékossággal élőket segíteni kell, a segítő szerveződések az évfolyész munkáját pedig elismerés illeti, mondta a jubileumi rendezvényen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke. Lehet és kell is foglalkozni az értelmi fogyatékos emberekkel, mert nagyon fontos elemei tudnak lenni a közösségeknek, és én tapasztalatból mondom, hogy nem csak tudnak lenni, hanem azok is. Tehát ők is tevékenyek, ők is szeretnének teljes életet élni, és ebben nekünk egyetlen egy feladatunk van, az, hogy ebben segítséget nyújtsunk. A rendezvényen kiállították a Nekik nehezebb című rajzpályázat legjobbjait is. Egészséges és fogyatékossággal élők is rajzolhattak a tolerancia jegyében. Az ünnepségen résztvevőknek pedig a Bárci iskola növendékei kedveskedtek zenés-táncos előadással. Kiégett egy kamion kereke ma reggel a 403-ason. Az ukrán jármű több 10 tonna fát szállított, amikor az egyik abroncs lángra kapott. A sofőr poroltóval kezdte az oltást, majd a nyíregyházi tűzoltók akadályozták meg, hogy a tűz átterjedjen a rakományra. Szombaton lesz az évad első nagyszínpadi premierje a Móricz Zsigmond Színházban. Az előadásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Vadonatúj műsorral érkezett idén Nyíregyházára a világhírű Ötvös Cirkusz. Az Időutazó című produkció a hagyományos cirkuszt és a modern interaktív show műsorok elemeit ötvözi. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság harmadik fordulójában a Szolnokot fogadja. Szombaton lesz az évad első nagyszínpadi premierje a Móricz Zsigmond Színházban. A társulata a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt mutatja be Tasnádi Csaba rendezésében. A darab koreográfusa Ladányi Andrea, zenei vezetője Borlai Gergő, a látványvilág pedig Lakatos Márk munkája. Arra születtünk, menni kéne, ringasd el magad, valaki mondja meg. Néhány dal azok közül, amelyek az elmúlt 4 évtizedben a magyar zene történetének részévé váltak. A Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról Déri Tibor azonos című kisregényének 1973-as musical változata. A művet Pós Sándor alkalmazta színpadra, zenéjét Presser Gábor, dalszövegeit Adamis Anna szerezte. Ez volt az első sikeres magyar rock musical, amely utat nyitott a popzenének a magyar színházi és irodalmi életben. A történet egy amerikai rockfesztiválon játszódik, középpontjában pedig egy magyar emigráns házaspár áll.
A tragikus musical 1973. március 2-ai Víg Színházi bemutatója után azonnal siker lett hazai, és a vendégjátékoknak köszönhetően európai szinten egyaránt. A premier óta számos magyarországi és külföldi teátrumban bemutatták már. Szombattól kezdődően a nyíregyházi közönség láthat majd egy 21. századi produkciót. Tasnári Csaba rendező úgy véli, Déri Tibor a fesztivál története köré létfilozófiai elmélkedést írt. Ebben a történetben, amit Déri Tibor megírt, kimutatható, hogy gyakorlatilag mindenki keresi a saját vezérlő csillagát. Egy Eszter nevű hölgy az tulajdonképpen ürügy, hogy Déri Tibor elmélkedhessen bizonyos az emberiséget folyamatosan foglalkoztató kérdésekről, vagyis, hogy miért vagyunk a Földön, mi az ember életének útja, útjának szakaszai, mit keresünk, mi a célunk, megtalálhatjuk-e, van-e esély arra, hogy megtalálhatjuk-e életünk fő motívumát, vezérlő csillagát, eljutunk-e Betlehembe. Puskás Tivadar, aki főszerepet játszik a musicalben, a darab bemutatója idején Budapesten a Víg Színház környékén lakott, és ott volt a premiéren is. Szerinte nem csak a Marton László rendezte produkció, hanem a nagyszerű zene is örökérvényű. Én nem az előadást tartanám inkább sikeresnek, hanem a zenéjét, az fantasztikus. Tehát az örökzöld, azt még évszázadok múlva is fogják dúdolni és énekelni, és gyönyörű a versszöveg, amit írtak rá az Adam és Anna. Egészen kivételes, tehát én is minden dalra emlékszem, a velem egykorúak, és ahogy tegnap megfigyeltem, mert tegnap már fiatalok nézték, őnekik is lenyűgöző volt ez a dallamvilág, meg ez a szöveg. A főszerepeket Puskás Tivadar mellett Kuti Patricia, Éj és Ákos, Szabó Márta, Horváth Margit, Varga Balázs és Rák Zoltán alakítják. Valaki mondja meg, milyen, valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, milyen. Vadonatúj műsorral érkezett idén Nyíregyházára a világ hírű Ötvös Cirkusz. Az Időutazó című produkció a hagyományos cirkuszt és a modern interaktív show műsorok elemeit ötvözi. A különleges attrakcióban a múlt, a jelen és a jövő dimenziói között vándorolhatnak az érdeklődők a hétvégén a Bújtosi Városligetben. Már délelőtt takarítanak és pakolnak a sátorban. Az esti előadásra készülnek az Ötvös Cirkuszban. A 45 fős társulat idén is ellátogatott Nyíregyházára, természetesen cirkuszi állatokkal, például tevét és elefántokat is láthatnak majd a nézők. Ezek a felvételek még a tavalyi előadáson készültek, idén egy teljesen új produkcióval járják az országot. Minden évben teljesen új műsort tudunk bemutatni. Az idei műsorunk címe az Időutazó, melyben belefoglaltatik, hogy egy időutazást eszközölünk a műsor keretén belül. Az Ötvös Cirkusz Boholca, Pompom Boholc, egy ilyen őrült tudós professzort alakít, melyben ő feltalálja az időgépet, és akkor velem együtt, mi vagyunk az időutazók, és ketten együtt utazgatunk az időben, a különböző korokban, ahol megtekintjük a különböző korok cirkuszait. Ellátogatunk több millió évvel ezelőttre, ahol egy dinoszaurusz érkezik be egy ősemberrel, akkor az ókori Egyiptom birodalmába is ellátogatunk, ahol Kleopátrát felhúzzák a hajánál fogva ez a produkció tulajdonképpen. Az idei nyíregyházi fellépés egy esküvő miatt is emlékezetes marad majd a társulat számára, ugyanis Ötvös Loránd és felesége egy megújító szertartást tartott ezen a héten a cirkuszi sátorban. Az újbóli eskütételt 10. házassági évfordulójukon tették. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság harmadik fordulójában a Szolnokot fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A 6-7-es bajnoki felkészülést követően két nap alatt két meccset játszott az NKS, aztán két hét szünet következett a nyíregyházi lányok számára. Ami persze nem azt jelenti, hogy pihenéssel töltötték az időt Farkasinszky Gyuláné tanítványai, mivel a Nemzetvédelmi Egyetem elleni győzelmet követő debreceni vereség megmutatta, hogy van még hová fejlődni a csapatnak. Az edzőnő a Szolnok elleni mérkőzést követő időszakra is gondolva állította össze az edzésprogramot.
Nekünk ez egy kényszer volt, hogy akkor azon a hétvégén két meccset kellett játszanunk, ugye a szalagató miatt kellett ezt így megoldanunk, de ettől függetlenül nem lazsáltunk, tehát tudtuk, hogy ezen a héten a Szolnok jön. Ugye a következő hétvégén nekünk megint csak szabad lesz, és utána fogunk menni Diósgyőrbe, tehát mi ezt elsősorban arra használtuk, hogy egy a Szolnok ellen készüljünk, utána pedig, hogy a Diósgyőr ellen megpróbáljuk idegenbe úgy felvenni majd a verseny, hogy annak valami eredménye is legyen. A nyíregyházi kosársuli a felkészülési időszakban két meccset is játszott a Szolnokkal, és mindkét mérkőzés magabiztosan nyerték Papp Klaudiájék. Ennek tükrében a találkozó egyértelmű esélyese a hazai csapat. A Szolnoknak lényegesen több az utánpótláskorú játékosa, mint ami nekünk, tehát azért nekünk azért a maga az itt maradt, tehát azért rutinos játékosok megmaradtak. Én úgy gondolom, hogy ennek egy biztos hazai győzelemnek kell lenni. Azt nem mondanám, hogy most a fiatalokat fogjuk kipróbálni, mégpedig azért nem, mert ugye nekik másnap kadettmérkőzésük van, tehát itt elsősorban a mi idősebb játékosainkra fogjuk ráhelyezni a hangsúlyt, nem is baj ez egyébként, mert szokhatják a kicsik ellen akár az egész Pest-Tetemadás elleni játékot, akár a zóna elleni játékot, mert ugye a Szolnok az utóbbi időben ezeket a játékelemeket próbálja gyakorolni. Szerintem ennek a mérkőzésnek jól kell szolgálnia majd a következő mérkőzésre való felkészülés. A nyíregyházi kosársuli Szolnok mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Összesen 3 milliárd forintot fordít idén a kormány az országos szociális tűzifa programra. A támogatást szeptember 30-áig igényelhették azok a települések, ahol 5000-nél kevesebben élnek. Így végül országos viszonylatban 2291, míg Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből közel 200 önkormányzat nyújtott be pályázatot. Ezeket a Magyar Államkincstár vizsgálja és a Belügyminisztérium bírálja el október 31-éig. Bokrokat és akár egész ültetvényeket is képes elpusztítani a buxusokat támadó moly invázió. Az úgynevezett puszpáng moly a 2000-es évek elején kerülhetett Hollandiába vagy Németországba, Ázsiából. Ma már Európa szerte pusztítanak. Idén elszaporodtak egyes poloskafajták is, amelyek komoly vírushordozóként lehetnek hatással a növényekre és a gyümölcsös kertekre is. Csak nem 500 000 élnek valamilyen fogyatékossággal Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. A fogyatékossággal élőket és családtagjaikat sok szervezet, köztük az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége is segíti, hangzott el az Évfolyész megyei rendezvényén. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesület 35 éve működik, jelenleg 1400 tagja van. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 7-én pénteken. Friss hírekkel hétfőn este várjuk majd Önöket, műsorainkért és további hírekért, addig is böngészszék honlapunkat. Szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat láthatják. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Szárazabb és kissé enyhébb levegő áramlik hazánk fölé, ezért szombaton több lesz a napsütés és kissé erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel többnyire derült lesz az ég, hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd képződik, csapadék azonban nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul. Holnap napközben délelőttig gyengén, majd közepesen felhős idő várható, több órára kisüt majd a nap, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. Hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap is számíthatunk több-kevesebb napsütésre, de elszórtan kisebb esőzápor is előfordulhat. Hétfőn is hasonló idő valószínű, kettől viszont borongós időre van kilátás, több helyen esővel, záporesővel. A hőmérséklet mindvégig több fokkal elmarad a sok évi átlagtól, vasárnap és hétfőn hajnalban még fagyok is lehetnek.